9 év, 9 évad, és megannyi karakter, megannyi érzelmes pillanat, vagy kőkemény akció részesei lehettünk a sorozat által 2014 óta. Ez a videó igazából többnyire összegzően fog hangzani, semmint csak a 9. évadról. Mert igazából látva az utolsó turnust, mi mondható el róla? kevesebb rész, kevesebb izgalmas pillanat is, rettentően logikátlan és semmilyen befejezés. Egyszerűen nem volt konkrét célja ennek az évadnak, és össze-vissza csapongott a lebontások között, fontosság szempontjából. 13 rész, 4 blokk, és ezekből csupán 2 rész volt csupán, ami igazán átjött a számomra. Ez igencsak rossz arány, hiába reménykedtem abban, hogy majd a kevesebb rész miatt majd jobban ki lesz dolgozva a sztori, és a lezárásra is maradhat kellő idő. De nem ez történt. Ezen már őszintén nem lepődöm meg, hiszen az első három évad számomra az abszolút favoritnak számít, főleg az első, de az kijelenthető, hogy utána sajnos a készítők nem igazán nyújtották a legjobbukat írás tekintetében. Logikátlan, összecsapott és lassan a könnyedséget felváltotta a görcsös és leírhatatlanul gitses dráma, kevés átérezhető vagy igazán erős dialógus két karakter között, na meg Iris és Barry kémiájának hiánya, amiről nem feltétlenül a két színész tehet. Ahogy a kilépő mellékkaraktereket sem tudták érdemben pótolni, egy kicsit is izgalmas karakterekkel. A két lény, Cisco páros nagyon jó volt évadról évadra, hiszen Berrit segítve is izgalmas és átérezhető volt a karakterük. Viszont Cisco lassacskán kilépett, helyét Chester vette át, aki egy nagyon olcsó utánzatnak tűnt és nem bontották ki annyira, hogy bármennyire is érdekes legyen, vagy aggódjak érte. Allegra pedig hát csak úgy volt nagyjából. A Cecil-t alakító Daniele Nicolette pedig hiába az egyik legaranyosabb ember a világon, sajnos az ő karaktere is későn kezdett el érdemleges lenni, pedig igencsak rámehettek volna az ő esetében arra, hogy a család, munka, szuperhős lét hármasát hogyan is tudja elintézni a mindennapokban. De mivel ezzel nem igazán foglalkoztak, így megmaradt egy olyan karakternek, aki folyamatosan a kételjei és az önbizalom hiánya vizében próbál meg nem megfulladni. Kár volt értük. A sorozat antagonistáiról ugyancsak ez mondható el. A reverse Flash az első évadban egy nagyszerű, kidolgozott és félelmetes ellenpólus volt, az éppen csak szárnyait próbálgató címszereplőnknek. De nem csak emiatt volt emlékezetes gonosz, hanem amiatt is, mert a karakterénk ezt követően kétszer is meg akarták gondolni, hogy kikben is akarnak majd megbízni. Persze az ötödik évad után sajnos elvitték Tom játékát is olyan irányba, ami inkább volt ripacs, mint rémisztő, de engem ez nem feltétlen zavart. Eobardot követte Hunter Zolomon a második évadban, aki szintén a csapatba tudott férkőzni, hogy aztán hideg zuhanyként csapódjon a csapattagokba, hogy ismét átlettek verve. Itt viszont Zoom esetében már felróható negatívumként, hogy miután kiderült a kiléte, már nem volt annyira félelmetes vagy izgalmas. Szimplán csak egy, mindig nyerni akaró kisgyerek képét mutatta, főleg a legutolsó részt látva. De az kijelenthető róla, hogy az évad feléig rohadt rémisztő volt minden egyes megjelenése. Az utolsó értékelhető antagonista pedig a harmadik évados Savitar volt, aki szintén a frászt hozhatta ránk részről részre. Az Iris körül forgó plot számomra végig izgalmas tudott lenni, ahogy Barry akármilyen módon, de meg akarta menteni szerelméletét. HR önfeláldozása pedig könnyeket hullajtó jelenet volt, annyi biztos. Ezután viszont követték őket a sorban Divo, Cicada, Mirror Master, Bloodwork, Gutspeed, Red Death, majd az utolsó évadban Cobalt Blue, de érdemben nem tudtak izgatni, hisz annyira semmilyenre lettek megírva. Egyébként ha már Cobalt Blue, akkor meg kell jegyeznem, hogy miért is haragszom rettentően a 9. évad zárására. Eddie visszahozatala per feltámasztása erőteljes jelenetre sikeredett, és még talán Barry eddigi speedster, ellenfeleinek visszahozatala is nagyon jól hangzott, megtalál jól is nézett ki a tervező asztalon, de most őszintén ennyi volt a végső csata. Komolyan? Mint Zoom, Reverse Flash, Godspeed és Savitar is olyan könnyedén lettek legyőzve, hogy az egyenesen szégyenletesen nézett ki. Ezeket az antagonistákat jól építették a saját évadjaikban, akik valódi fenyegetést nyújtottak, már egymaguk, a csapat és a komplet világ számára is erre a sorozat zárásában ezért hozták vissza őket, hogy ennyire legyengítsék, majd megalázzák ezeket a karaktereket? Pontosan az ilyenek miatt érzem azt a legőszintébben, hogy örülök, hogy véget ért ez a széria, hisz szépen és lassan tönkretettek minden olyan karaktert és sztorit, ami legalább működött a maga módján. Teljes mértékben megértem Carlos Waldest, hogy nem akart visszatérni Cisco-ként a széria zárására, hisz ki tudja az ő karakterével mit kezdtek volna tudom, hogy folyamatosan azt mondom jó pár filmről vagy sorozatról, hogy rengeteg ráció lehetett volna, de a Flash 9. évada olyan szinten inkonzisztens volt, hogy igazából csak egyetlen egy részt néznék vissza újról többször is. A 9. részét, melyben visszatért Oliver Queen. Ezen kívül viszont kijelentem, hogy ennél rosszabb sorozatzárás nem nagyon hiszem, hogy tudtak volna írni. Ezzel szemben az Arrow viszont szépen fokozatosan nyúlt vissza az előző évadokra, és tisztességesen le tudta zárni a cím szereplőjének útját, tisztelet tudóan a hagyatékát, és a még fontosan mellékkarakterek életét is olyan mederbe terelgette tovább, ami nem tépte őket ki drasztikusan a komfortzónájukból. Itt a flashben viszont ilyenről nem tudunk érdemben beszélni. Az írók részéről abszolút töketlen volt az a lépés, hogy a Cobalt Blue-val való konfliktus annyival el lett intézve, hogy megbeszélték a problémát és megegyeztek a békés együttélésnek a Speed Force és a negatív Speed Force között. És nem ez volt az egyetlen példa a teljes sorozat alatt, hogy az antagonista meg lett győzve egy ötperces diskurzus alatt, és utána megtért, és nem akar többé gonoszkodni, mert a Flash ezt mondta neki. Voltak sorozatok már az életem során, melyet mikor megnéztem, akkor rossz száíz éreztem utána, ugyanakkor megvolt ezeknek a varázsa, még a gyermekbetegségek ellenére is de a Flash sajnálatos módon felkerül arra a listára a számomra, ami a legrosszabb és legtöketlenebb zárást tudhat a magáinak. És elhihetitek nekem, hogy nehéz szívvel mondom most ezt. Grant Gustin ezerszer jobb Flash volt, mint Ezra Miller valaha is lehetne. Tudom, nem fel összehasonlítás, hiszen Grant 184 sorozat részen bizonyíthatott, még Ezra Miller csupán a Justice League film alatt, de nem feltétlen érdekel. Ezzel a kijelentésemmel szerintem a nagy részletek egyetért, mivel Ezra Miller, lássuk be, emberileg nem feltétlen nevezhető egy morálisan megkérdőjelezhetetlen embernek, amennyi bűnt elkövetett már most ennyire fiatalon. Ha esetleg a hamarosan érkező flashfilm után ribútolnák a karaktert, akkor ha rajta múlna a casting, egyértelműen Gastira tenném a voksomat 10-ből 9 -szer. Egy szerethető, csupaszív srác, akinek az alakítása nélkül talán nem nyert volna meg ennyire könnyen a sorozat, és akinek az alakítása nélkül talán nem követték volna ennyire sokáig a sorozatot egészen a végéig. De amilyen méltatlanul kevés játékidőt és pocsék lezárást kapott a karaktere 9 év után, azt nagyon nehezen fogják megbocsátani a stúdiónak a rajongók, köztük én is. Úgyhogy az osztályzásomat tekintve erre a 9. évadra egy erős hatos os értékelést tudok adni csupán. Sajnálatos, amit a készítők a sorozattal csináltak évadról évadra, ahogy az eddig nem is említett CGI romlása is tetten érhető volt, de ezt betudhattuk annak, hogy a költségvetés nem túlzatan engedte meg a VFX-eseknek. Független az említettektől, viszont mindig egy olyan élmény lesz a te Flash az életemben, amire úgy fogok visszaemlékezni, mint egy gyermekkori élményre. A heti részekre, melyeket vártam. A karakterekre, akiket megszerettem és aggódni tudtam értük a színészekre, akik még a gyenge dialógusok ellenére is beleadtak mindent az alakításaikba. A crossover részekre, melyekben hősén kémiája szinte hibátlanul működött. És végül a sorozat címszereplőjére, aki megmutatta részről részre és évadról évadra, hogy ő nem azzal hős, hogy gyorsabb a fénysebességnél is, hanem azzal, hogy az embersége, a kitartása és az elhivatottsága mindennél erősebb, ahogy a legvégsőgig remélt és hitt hiányozni fog ez a sorozat, ahogy ez a csapat is, mely lassacskán családdá bővült. Köszönöm ezt a kilenc évet és kilenc évadot The Flash.